rangos elismerésben részesült Silf Mária a Minták kötnek című bemutatója. Megosztott Ajka díjjal ismerték el a művész munkáját. Na de mi is ez az Ajka, illetve miért is jelentős ez az elismerés? Erre a kérdésre Deák Nórától kaptunk választ, aki azt mondta, a Műkritikusok Nemzetközi Szövetsége 2023-ban indította útjára újra az Ajka díjat. Ennek van egy magyar tagozata is, amely kifejezetten a hazai vonatkozású jelöltekre koncentrál. Az volt a célja, hogy egy demokratikusan választott szakmai közösség politikamentes, kizárólag szakmai szempontok alapján ismerje el egy-egy művész vagy művészek munkáját. Meg persze más kategóriákban is döntenek. Mint ismert, Silf Mária bemutatója ezt az elismerést érdemelte ki. Az Ajka úgy gondolta, hogy ezzel a díj újraindításával megpróbál egy demokratikus szakmai alapokon nyugvó döntést hozni, és úgy meghatározni, hogy 2023-ban ki volt a legjobb egyéni kiállító, ki volt a legjobb kurátor, vagy kurátorok jelen esetben, aki olyan koncepciót tett le, ami csoportos kiállítást hozott létre, illetve ki volt a legjobb műkritikus. A folyamat úgy zajlik, hogy az Ajka tagok kijelölhetnek legjobb embereket erre a díjra, és ezekből választ aztán, azért is teljesen demokratikusan kiválasztott zsűri, mert véletlenszerű magának a zsűrinek a kiválasztása is. Ők fognak válogatni a jelölt emberekből. Deák Nóra szerint a díj azért is nagy szó a KMI számára is, mert egy vidéki intézmény nem mindig tudja felkelteni a szakma érdeklődését. És már az is megtiszteltetés volt számukra, hogy egy náluk bemutatott anyagot jelöltek a legjobbak közé. Maga a díj, hogy újra indult, az eleve egy nagyon nagy köszönet az Ajkának, és nekünk egy nagyon nagy öröm. Mert tényleg talán a szakma előtérbe tud helyezkedni, és a szakma meg tudja azt mutatni, hogy hiába van mindenféle átpolitizálódás ma Magyarországon, van egy szakmai grémium, aki dönt, aki elhiszi azt, vagy elhiteti azt, hogy még érdemes csinálni, érdemes egymással megküzdenünk nekünk kiállító intézményeknek, illetve a művészeknek. A díjra jelölés hatalmas megtiszteltetés volt számunkra, hiszen olyan nevekkel kerültünk egy sorba, akiket rettentően tisztelünk, rettentően szeretjük a művészetüket, és hát nagy intézmények voltak ebben a sorba. Nyilván voltak nehézségeink, és voltak kétségeink is, hiszen ez egy vidéki kiállítótér, amire nem biztos, hogy annyira figyel a budapesti szakma, nem biztos, hogy látják a zsűri tagok, vagy az Ajka tagok, és nem biztos, hogy valakinek ott eszébe jut ez a kiállítás. Viszont nyilván a művész kvalitásai, az a zseniális életmű, amit eddig létrehozott, egy kicsit bizakodóvá is tettek minket. Hittünk abban, hogy az a rengeteg munka, amit művész és az intézet belefektetett, az talán valahol megtérül. Mert egy kiállítás nem száll fel a falakra, azt rengeteg munka előzi meg. Fel kell dolgozni egy komplett életművet, szakirodalmat, rengetegszer kell leválogatni, először itthon, aztán a műteremben. Többször voltunk a Gabival, és aztán itt a helyszínen, mert mindig rájövünk arra, hogy nagy-nagy ez a kortárs művészeti intézet, de mégsem annyira nagy, hogy egy életművet teljes egészében és mindenre kiterjedően be tudj mutatni. De úgy tűnik, hogy a válogatás sikerült, az 90-es évektől 2023-ig válogattunk műveket, és ez kellően reprezentálta a Munkácsy díjas festőművésznő munkásságát, ezért aztán felfigyelt rá a szakma, és sikerült nyernünk. Egyébként nagyon furcsa volt, hogy én, aki mindig a nagyon laza kiállítás rendezést szerettem, itt
36 év után először jutott eszembe, hogy még ki kéne tenni munkát a falra. Mondtam is a Gabinak, hogy ez szerintem oda még belefér, mire rám nézett, és azt mondta, mintha nem is téged hallanálak. A munka természetesen kimaradt, a Gabinak igaza lett ebből a szempontból, hogy a kevesebb sokszor sokkal több, és így is sikerült egy egységes bemutatót létrehoznunk. Az eredményre büszke lehet a művész, az intézmény és a Dunaverési kötődés miatt a város is. A Kortárs Művészeti Intézetnek mindig nagyon fontos Dunaújváros. És mindig nagyon fontos az, hogy valamilyen módon helyspecifikus legyen ez a kiállítás. És az egyik műterem látogatás alkalmával megnéztük a Debrecenbe készült tablókat. És elkezdtünk beszélgetni arról, hogy vajon belefér-e az időbe abba, hogy vajon belefér-e az időbe az, hogy Dunaújvárosról is készüljenek ilyen tablók, egy picit a helyi közönségnek kedveskedve. Silk Mari rögtön igent mondott, és hazament Erdélybe, és még ott is vagdosta és válogatta a dunaújvárosi képeket, azért, hogy a megnyitóra elkészülhessenek ezek a tablók. Abban bízom, hogy egyszer meg tudjuk vásárolni tőle ezeket a műveket. Nagyon nagyot nyerne vele a város művészeti élete, kultúrtörténete. Van abban valami egészen szép, amikor a kemény munka végül méltó elismerésben részesül. Gratulálunk Silf Máriának és a Kortárs Művészeti Intézetnek.